Bemutatkozzék, én Dubravszky György vagyok. Tavaly, amikor itt a Gólyavárban rendezvényeket tartottunk, akkor még a Hiteltársulás civil kezdeményezésnek az egyik szervezője. Azóta történtek dolgok, most pénzügyi jogok biztosa vagyok, egyelőre hivatal nélkül, de a hivatal felállítása folyamatban van. Nem rajtam múlik, rajtam múlt volna, akkor már január elején működne. Pár technikai kérés, az egyik az, hogy mobiltelefonokat, azokat némítsuk le, vagy kinek milyen megoldása van erre az esetre. Illetve a másik az, hogy nekem mindig alapelvem az, hogy a fontos ember az pontos, tehát ma egész nap pontosak leszünk, ahogy pontosan is kezdtünk. Itt fönt látható a mai napnak a programja. Róna Péter professzor úrral kezdünk, utána rögtön Bogár László professzor úr, hogy úgy mondjam, ők azt hiszem, hogy egy méltó kezdése a mai napnak. Utána lesz egy szünet, 11-től Makos Albert, akivel együtt kezdtük a Hiteltársulást, és dr. Imre András a Bankszövetség képviseletébe fog szólni hozzánk. Utána lesz egy egyórás ebédszünet, délután egy beszélgetés lesz Dantes Péter, az Ezres Ügyvédi Iroda vezetője, illetve dr. Korba Szabolcs, szintén a Bankszövetség képviselője között, itt a mediátor Lakatos László gazdasági rádiónak a riportere lesz. És ezután egy félórás szünet, és itt egy civil kerekasztal lesz, ahol Barabás Gyula, Széchenyi Hitelszövetségtől dr. Lázár Dénes Pité, Dénessel elég két hete beszéltünk, remélem, hogy el tud jönni, ez majd kiderül. Szabó József Hiteles Mozgalom, Tilk László Géza, Dész, itt is a mediátor Lakatos László lesz. Tehát erről szólna a mai nap. Még egyetlen gondolat, hogy amikor Makos Alberttel megalapítottuk a Hiteltársulást, annak idején volt egy alapelvünk, hogy mi a devizahiteles problémára, most a devizahitelt azt idézőjelbe teszem, mindenképpen az állammal szövetségben, egy szakmai alapon és tárgyalásos úton való megoldásban gondolkoztunk. Emellett kitartottunk egy éven keresztül, és nagyon bízom benne, hogy ennek hamarosan meglesznek az eredményei. És akkor ennyit szerettem volna mondani, és megkérem professzor urat, hogy akkor jöjjön a színpadra. Kérem, hogy fogadjátok őt nagy szeretettel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok. Hát most már közel 6 éve, hogy először a nyilvánosság előtt felhívtam a figyelmet arra, hogy a devizahitelekkel baj lesz, és én már közel 3 éve, hogy a devizahitelt, mint banki terméket hibás terméknek minősítettem. Előadásom 3 részből áll, mai előadásom. Az első részben feltárom, hogy a termék hibája miben rejlik, miért állítom, hogy ez egy hibás termék. A második részben megpróbálom kibontani a hiba következményeit, és a hibára, a hiba kiküszöbölésére való elképzelhető megoldásokat. És a harmadik részben pedig felvázolom a megoldás hiányának a már létező és a jövőben várható következményeit. Tehát azt, hogy mi lesz, hogyha ezt a hibát, ezt a gondot nem oldjuk meg nagyon-nagyon gyorsan. Előre bocsájtanám, hogy bár én a New York-i ügyvédi kamarának tagja vagyok, nem vagyok tagja a magyar ügyvédi kamarának, így nem vállalkozom arra, hogy a technikai értelemben jogtanácsot adjak önöknek vagy bárkinek a magyar jogra vonatkozólag. Ezen túlmenően azonban úgy vélem, hogy a kérdés nem csak egy magyar jogi kérdés, hanem vonatkozik európai kapcsolatainkra, európai hovatartozásunkra is,
és nyilvánvalóan a dolognak van gazdasági, pénzügyi, tehát tartalmi jelentősége és következménye, amit nem lehet, már bocsássanak meg az ügyvédurak, akik jelen vannak, úgymond eljurátuskodni. Tehát ezeket a tartalmi kérdéseket nagyon-nagyon komolyan kell venni, mint ahogy az előadásom folyamán ki fog derülni, ha nem vesszük őket komolyan, a következmények rendkívül súlyosak. Tehát első tétel, miért hibás a devizahitel, mint termék? Azért hibás, mert nem hitel. Tehát miközben azt mondja magáról, hogy ő egy hitel, ez nem igaz, mert a konstrukció, a tranzakció lényege nem felel meg a hitel alapvető, a nemzetközi gyakorlatban, a nemzetközi jogban világszerte is elismert alapvető jellegének. Ha netántán a magyar jogrendszer arra a következtetésre, hogy álláspontra jutna, és egyébként ma itt tartunk, hogy erre a következtetésre és álláspontra látszik jutni, hogy ez egy hitelszerződés, akkor a magyar jogrendszer egy teljesen egyedülálló, a világ alap fogalmaitól testidegen jogrendszert hozna létre. Miért nem felel meg ez a termék a hitel fogalmának? Azért, mert a hitel egyszerűen abból áll, hogy a hitelező a hitel felvevő rendelkezésére bocsát egy meghatározott összeget, meghatározott feltételek mellett. A hitel felvevő kötelessége annak a meghatározott összegnek, amit kapott, a visszafizetése. És természetesen további feltételek teljesítése. A deviza hitel esetében a hitel felvevő kap egy meghatározott összeget, példának okáért mondjuk 4 millió forintot. És mennyit fizet vissza? Hát azt nem tudjuk. Mert az ő visszafizetési kötelezettsége nem 4 millió forint, hanem valamilyen mennyiségű forint, aminek a kiszámítását egy más fizető eszköz árfolyamának az alapján határozzuk meg. Ez lehet, de minden valószínűséggel nem lesz 4 millió forint, ez egy más összeg lesz. Tehát a hitel alapfogalmának ez a szerződés szerkezet nem felel meg. Na most ennek a gondnak nyilvánvalóan megvan az a gyakorlati és közvetlen következménye, hogy a hitel felvevő nem tudja, hogy milyen kötelezettséget vállalt. Mert nem állapítható meg, hogy mennyit kell majd visszafizetnie. Nem állapítható meg akkor, amikor felvette a hitelt, és nem állapítható meg az egész hitel élete folyamán, fennállósága folyamán. Ez a konstrukció ezen jellegzetessége eltér az év századok, mondhatnánk év ezredek óta fennálló hitel alapvető természetétől.
és eltől attól a kapcsolattól, ami a hitelező és a hitel felvevő között a jellegzetes kapcsolat, ami egy bizalmi kapcsolat, és nem, határozottan nem egy kockázatvállalási közösség. Mert az egy dolog, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10000 ember befektet egy KFT-be, vagy egy részvénytársaságba, és ebben a kontextusban valamiféle kockázatközösséget vállal. De az nem hitel. A hitel lényege, alapvető jellegzetessége abból áll, hogy a felek közötti viszony, kötelezettség előre meghatározható. Tehát kaptam 4 millió forintot, 4 millió forintot kell visszafizetnem. Milyen kamatot? Minden egyes alkalommal a kamat lehet fix, lehet változtatható, változó kamat, de a kamat és minden fizetési kötelezettség a következő periódusra vonatkozólag előre van meghatározva, nem visszamenőleg. Nem az van, hogy a hó végén fogok rájönni arra, hogy az elmúlt hónapra vonatkozólag mennyivel tartoztam. Ilyen nincs. Ez nem hitel. A hitel lényege, hogy az előre meghatározott időre vonatkozólag a kamat és egyéb kötelezettségeimnek a pontos összege meghatározott. Nem valamilyen formula alapján esetleg meghatározható, hanem meghatározott, előre meghatározott kell legyen. Tehát ez a hibás termék hibás. Egy. Mert nincs meghatározva a tőke visszafizetésének az összege, és kettő, mert nincs meghatározva előre a további feltételek összege, számszerűsített összege. E két jellegzetesség, feltétel betartása nélkül egy szerződés ismereteim szerint sehol a világon nem minősül hitelszerződésnek. Most rátérünk a második tételemre, hogy alapjában véve, ha ez így van, melyek lehetnek a megoldás útjai. Az első megoldás, és a jelenlegi állapotban én úgy látom, hogy a magyar jogásztársadalom, a kúria, a magyar bíróságok ebben az irányban mozdultak el. Az első megoldás az, hogy hát most ne feszegessük, hogy ez egy hitelszerződés, vagy nem egy hitelszerződés. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem az, de mindenféleképpen ez egy szerződés, amely szerződésnek vannak feltehetően tisztességtelen passzusai. És akkor nekünk, bíróságnak, jogászoknak, stb. Az a feladatunk, hogy ezeket a tisztességtelen nyúlványokat, vadhajtásokat a szerződésből valamilyen módon kigyomláljuk. De a szerződés, mint olyan alapjában véve, a konstrukció, a váz marad. Tehát nem foglalkozunk azzal a két alapvető tétellel, amit az imént felvázoltam. Hanem csak azzal foglalkozunk, hogy jó, de akkor ezen túlmenően mi az, ami ebben a szerződésben tisztességtelennek minősül, és akkor azokat most esetleg érvénytelenítjük, vagy valamilyen módon rendbe rakjuk. Ez az első kiút.
Majd rátérek minden esetben, hogy mi a megoldással, ezzel a megoldással és a másik kettővel is, milyen következmények járnak. A második megoldás a legdrámaibb és radikálisabb, és ez azt mondja, hogy hát kérem szépen, egy szerződés akkor jön létre, ha a felek szándéka azonos. Itt saját elmondásuk szerint a két fél hitelszerződést kívánt létrehozni, ez nem hitelszerződés, a felek szándéka meghiúsult. Ennek következtében a szerződés, mint olyan, nem is jött létre. A harmadik megoldás pedig az, hogy igen, itt van egy szerződés, rejtőzködik ebben a dokumentációban egy szerződés, aminek a szerződés mi voltát bizonyos feltételek, bekezdések és konstrukciók ebben a szerződésben megmásítják. És a dolgunk és a megoldás az, hogy kigyomláljuk a szerződésből azokat az elemeket, tételeket, ami miatt a szerződés nem hitelszerződés. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy kivesszük a szerződésből a deviza alapú tételeket. És azt mondjuk, hogy kérem szépen, a felek kötöttek egy hitelszerződést, a hitelfelvevő felvett 4 millió forintot, hogy maradjak a korábbi példámmal, és köteles 4 millió forintot visszafizetni, beleszámítva természetesen mindazon összegeket, amit már vissza is fizetett, amit már fizetett, azt levonjuk ebből a 4 millió forintból, és köteles a polgári törvénykönyvben olyan kamatot fizetni, ami azokra az esetekre vonatkozik, ahol a kamat nem került meghatározásra. Ami ugye a Nemzeti Bank alapkamatja. Tehát minden mást kiszedünk a szerződésből, eltávolítjuk, 4 millió forint plusz Nemzeti Bank alapkamat. Vége. Plusz. És akkor persze vannak még olyan dolgok a szerződésben, aminek van helye, hogy hitelbírálati díj, meg különböző díjak, amik ez egy más kérdés, hogy azt mi csinálunk, de maga a hitelszerződés akkor áll az eredetileg felvett összegből, plusz a Nemzeti Bank alapkamatjából, mínusz a már vissza befizetett, bármilyen jogcímen is, befizetett összegekből. Na most nézzük meg, hogy a három különböző megoldásnak milyen várható következményei, mellékhatásai, komplikációi lehetnek. És még egyszer hangsúlyozom, én most nem jogtechnikai kérdésekkel kívánok ebben a körben foglalkozni, azt majd nálam sokkal alkalmasabb személyek a nap folyamán meg fogják tenni. Én most egy pénzügyi, gazdasági megközelítésből nézem a problémát. Az első megoldás, hogy hitelszerződés, nem érdekes, ez egy szerződés, és csak azzal foglalkozzunk, hogy mi ebben a szerződésben a tisztességtelen, tehát összességében a kúria megközelítése, véleményem szerint nem oldja meg a problémát. Nem oldja meg a problémát, mert az az állapot, hogy a nemzetgazdaságot egy olyan kötelezettség állomány terheli hitel néven, ami nem hitel, óriási negatív következményekkel jár. Az nem lehet, hogy egy lakosság, egy társadalom éveken át a bizonytalanság világában éljen egy hitellel kapcsolatban.
az nem lehet, hogy egy nemzetgazdaság vállalkozói ne tudják, hogy mennyivel tartoznak. Ilyen alapon egy társadalmat, egy gazdaságot összetartani nem lehet. De a probléma még ennél is súlyosabb, ugyanis ezek a konstrukciók terhelik a pénzügyi szektor, tehát a bankok mérlegét. A konstrukció következtében a bankok mérlege is megbízhatatlanná vált. És ugye a közbeszédben gyakran felmerül, hogy hát hogy van az, hogy Magyarországon a hitel ára, a nemzetközi piacról beszerzett források ára olyan óriási mértékben meghaladja a cseh, a lengyel vagy a szlovák hitel árát. Hát hogy lehet az, hogy egy magyar vállalkozó a hiteléért két és félszer annyit fizet, mint egy cseh? Hát hogy? Na most, ugye, mint oly sok mindent ebben az országban, ezt a kérdést is politikai síkra visszük, és onnan próbáljuk megtalálni a választ és a megoldást, és lehet természetesen, hogy a jelenségnek vannak politikai gyökerei és hátterei, de van ennek egy sokkal egyszerűbb magyarázata. A piac nem tudja értékelni a magyar pénzügyi rendszer mérlegét. Mert ennek a pénzügyi rendszernek a mérlegében ott rejlik egy meghatározhatatlan és kiszámíthatatlan kockázat. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor a pénzpiac, tőkepiac egy kockázattal áll szemben, akkor azért a kockázatért felszámol egy felárat. Márpedig a mi esetünkben, Magyarország esetében a deviza hitel kockázata átszövi az egész pénzügyi rendszert, és átszövi az egész nemzetgazdaságot. Maga a deviza kockázat az, ami miatt a magyar nemzetgazdaság kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné, előre láthatatlanná vált. Tehát ilyen értelemben ugye a kúria megközelítése nem oldja meg a problémát, mert lehet, hogy az egyik vagy a másik passzust érvényteleníti a tisztességtelenség rubrikája és fogalma mentén, de a hitel szerkezetben rejlő, meghatározhatatlan és kiszámíthatatlan kockázat továbbra is fennáll. És ez az a kockázat, a kiszámíthatatlan, meghatározhatatlan kockázat, ami folytogatja ezt a nemzetgazdaságot, lakosságot, vállalkozást, stb. Majd még rátérek további következményekre is pár perc múlva. A második megoldás, hogy hát kem szépen a szándékok nem találkoztak, és ennek következtében az egész szerződés, mint olyan semmis. Egy olyan megoldás, ami egyrészt szerintem, ezt a jogászokra bízom, hogy ennek a technikai részletei, tehát a jogi fogalmak alkalmazásából következtetve van-e egyáltalán ilyen megoldás a magyar jogrendszerben, ehhez nem érzem magam alkalmasnak, hogy ezt felmérjem, hivatottnak, hogy ezt felmérjem. De ezen túlmenően ez egy atombomba, ez a megoldás, amelynek a következményei alapjában véve kiszámíthatatlanok. Ugye általános jogelméleti szempontból ennek az a következménye,
hogyha a szerződés nullás semmisnek bizonyul, mert nem jött létre, mert valamiféle közös félreértés gyümölcse ez a szerződés, akkor jön a római jog szerinti fogalom, az úgynevezett restitutio in integrum, tehát mindenki visszaadja, amit kapott, és megpróbáljuk visszaállítani az eredeti helyzetet mindkét fél számára. Nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag ennek a megoldásnak a kivitelezése nagyon nehéz, és nagyon labilis, bizonytalan viszonyokat és körülményeket hoz létre. De mondom, ezt a jogászokra bízom, hogy ezzel foglalkozzanak, ha úgy látják, hogy ezzel egyáltalán érdemes-e foglalkozni. A harmadik megoldás, őszintén szóval az én javaslatom, és ez arról szól, hogy igen, itt azért mind a két fél létre akart hozni, és szándékozott létrehozni egy hitel viszonyt, tehát volt egy olyan szándék, hogy létrejöjjön egy hitel, egy kölcsönadó és kölcsönfelvevőre jellemző kapcsolat, de a szerződésben bekerültek olyan fogalmak és olyan kitételek, amelyek ezt a célt nem szolgálják, illetve keresztbe húznak, és ezt a célt aláássák. Ezeket a fogalmakat, bekezdéseket, feltételeket kell semmissé nyilvánítani, azaz az egész deviza, hitel, devizára vonatkozó számítási módszereket kellene véleményem szerint megsemmisíteni, és a hitel felvevőt pedig az eredeti felvett összeg visszatérítésére és a Nemzeti Bank alapkamat fizetésére további jutalékok mellett kötelezni. Na most, mi van, hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg? És részben visszatérek arra a kérdésre is, hogy mik a, ugye a különböző megoldásoknak az esetleges következményei. Azon túlmenően, hogy a deviza hitelek elbizonytalanították az egész bankrendszer, pénzügyi rendszer mérlegét, tönkretették, megfosztották a magyar monetáris politika mozgásterét, amivel a mai napig még nem néztünk szembe. Ugyanis ma a magyar nemzetgazdaság adósság állományának kétharmada devizaadóság. Tehát az államadóság, az önkormányzatok adósága, a háztartások adósága és a vállalatok adósága, az egész nemzetgazdaság adósság állományának, kb. A kétharmada devizaadóság. Na már most értelemszerű, hogy a Nemzeti Bank monetáris politikájának nincs, nem is lehet hatása a svájci frankra. Nincs, nem is lehet hatása az adósság kétharmadát kitevő hányad értékére. Azt nem ő határozza meg, illetve megpróbálja meghatározni, majd visszatérek egy pillanat múlva, hogy hogyan, de neki ennek az összegnek az értékére nincs közvetlen hatása. Hogy milyen kamatot visel a svájci frank, azt nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem a svájci Nemzeti Bank dönti el. A Magyar Nemzeti Bank hatásköre a forint kamat megállapítására korlátozódik. Tehát
az ő hatásköre, a monetáris politika hatásköre a nemzetgazdaság adósság állományának csak az egyharmadára vonatkozik. És a Nemzeti Bank monetáris politikája ennek az egyharmadnak a mozgatásával próbálja befolyásolni a kétharmadnak az értékét. Tehát olyan monetáris politikát követ, ami segítségével biztosít egy olyan árfolyamot, amivel az a másik kétharmad elviselhető, minősíthető, mondjuk így. Nem? Igen ám, ez egy szép és derék dolog, de a magyar kamatszint, a forint kamatszintje nem attól kell függjön, hogy mi az értéke annak a kétharmadnak, a devizának, hanem attól, hogy melyek az igényei a magyar nemzetgazdaságnak. Tehát kialakult egy olyan kamatpolitika, és ez továbbra is fennáll, amely mentén a forint kamatszintje nem a nemzetgazdaság aktuális teljesítőképességéhez, körülményeihez, a GDP alakulásához, az infláció tényleges alakulásához, nem ahhoz függ, hanem ahhoz, hogy mi legyen a deviza adósság állomány értéke ahhoz, hogy ne omoljon össze minden. Na most, ez egy gyökeresen egészségtelen állapot. A monetáris politika feladata az, hogy a tőke ára, tehát a hitelek, a tőkepiaci árak, a piaci árak viszonyuljanak egészséges módon a nemzetgazdaság tényleges állapotához. Teljesen értelmetlen olyan kamatszinteket létrehozni, amelyek messze meghaladják egy adott nemzetgazdaság teljesítő képességét. Meg nincs értelme. Hiába mondja a Nemzeti Bank, és most ez nem Simor András vagy akárkinek, ez a 20 éves Nemzeti Bank monetáris politikájának az értékelése, amit most teszek, tehát nem az aktuális vezetésnek a korlátozott kritikája. Hiába mondja a Nemzeti Bank, hogy ja kérem, 13%-os lesz az alapkamat azért, hogy visszaszorítsuk az inflációt, amikor senki se tud egy 13%-os kamatot kitermelni. Lehet, hogy visszaszorítod a 13%-os kamattal az inflációt, bár ez is kétséges, erre most nem térek ki, de közben elpusztul a nemzetgazdaság. Ugye egy betegséget úgy is meg lehet oldani, hogy megölöm a beteget. Vége a betegségnek. Tehát elveszett a pénzügyi szektor mérlegének az értelmezhetősége és elemzési lehetősége, elveszett a nemzetgazdaság termelő képessége és a tőke ára közötti nagyon fontos szerves kapcsolat, és elveszett egy olyan árfolyampolitika lehetősége, ami ennek a nemzetgazdasági körülménynek megfelel. És ezen túlmenően elveszett, és most valljuk be, elveszett az állam, az igazságszolgáltatás, a bankok és a jogász társadalom hitelessége. Elveszett
mert egy olyan problémával sújtották, illetve engedték, hogy egy olyan probléma sújtsa ezt a társadalmat és ezt a nemzetgazdaságot, amit nem lett volna szabad beengedni. Ennek a jelenségnek nem lett volna, soha nem lett volna szabad megtörténnie. És hogyha megnézzük, hogy mi történt a másik három visegrádi országban, akkor azt látjuk, hogy a másik három visegrádi országban is volt egy próbálkozás, hogy bevezessék a devizahiteleket, és a másik három ország illetékesei ezt a törekvést leállították. Egyszerűen az történt egy bizonyos időpontban, hogy a svájci nemzeti bank mind a négy nemzeti banknak írt egy szép levelet, hogy hát uraim és hölgyeim, ez a svájci frank alapú hitel, ezt mi igazándiból nem értjük. Most mit csinálnak? Ez egy nagyon veszélyes játék. A másik három ország képes volt a felhívásra megfelelő módon reagálni, Magyarország nem. Na most, egy állam, amelyik nem képes egy társadalmat, egy gazdaságot, egy ilyen problémától megóvni, bizony nagyon komoly hitelességi problémáknak van kitéve. És ezek a hitelességi problémák nem fognak elmenni, nem fognak feloldódni, mindaddig, amíg nem vetünk véget ennek a problémának. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!